Az ünnepek alatt sokan indulnak útnak, hogy felkeressék vidéken élő rokonaikat, családtagjaikat. Érdemes ilyenkor is körültekintően közlekedni az utakon, hiszen a téli időjárási viszonyok jelentősen befolyásolják a gépjárművezetést. Tolna megyében viszonylag csendesen teltek az ünnepek, nem történt jelentős közlekedési baleset, mondta el Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Főképp közlekedési balesetekhez riasztották a tűzoltókat, ezek is kisebb koccanások voltak, vagy két gépjármű ütközött. Volt olyan eset, amikor fának valamint villanyoszlopnak ütközött egy gépjármű, egyik esetben Siógárd közelében ott a sofőr kisrepült a járműből, itt a tűzoltóknak áramtalanítani kellett, a szekszárdi hivatás tűzoltóknak áramtalanítani kellett az adott kis buszt. Vasárnap hajnalban és kedd reggelre is a déli ország részben több milliméter ónos eső hullott, ami számos helyen járhatatlanná tette az utakat. A téli időszak alatt érdemes elindulás előtt mindenkinek tájékozódnia arról, hogy van-e érvényben meteorológiai riasztás. Azokon a területeken, ahol narancs vagy piros riasztást adtak ki az ónos eső miatt, senki ne induljon útnak. Amire most nagyon figyelnünk kell majd itt az elkövetkező időszakban, megint csak ugye a csúszós utaknak köszönhetően a közlekedési baleseteket igyekezünk elkerülni. Itt akár a met.hu-n lehet tájékozódni, valamint az útinformon is lehet, illetve a VÉSZ alkalmazáson, ez a katasztrófavédelemnek az egy a mobil alkalmazása. Ezen keresztül lehet olyan hasznos információkat gyűjteni, amelyek az adott útszakaszra, vagy éppen teljesítendő útunkra vonatkozó információkat tartalmaznak, nyilván az útviszonyokról, az időjárási körülményekről. Érdemes teletankkal elindulni, és a telefonokat is teljesen feltöltött állapotba tartani, hogy szükség esetén használni lehessen segítségkérésre. Ha valaki bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.